Mielőtt, csak igazítom, mielőtt elkezdjük ezt a mai videót, el kell mennünk valahova, és kell valamit vásárolni, egy, vagy két, vagy három dolgot a mai videóhoz. Bár hogyha úgy veszük ezt a mai videót, már elkezdtük, mert elindítottam a kamerát, és elkezdtem filmezni. De akkor meg elfelejtettem köszönni. Hello, szia, szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon! Még mielőtt elindulunk, van egy kérdésem hozzátok. Ti szerettek-e horgászni? Hogyha igen, mire szoktatok horgászni? Halra, medvére, bálnára, puputevére? Ugyanis, mi ma nem másra fogunk horgászni, képzeld el, mint, hogy láttátok már a címből, hogyha láttátok, madárra! De előbb el kell mennünk, és kell vásárolnunk pár dolgot ehhez a horgászathoz. Úgyhogy, ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy ti mire szerettetek. Ha egyáltalán szerettek, hogyha nem szerettek horgászni, miért nem szerettek horgászni? Ha igen, mekkora volt a legnagyobb fogásotok? Úgyhogy most húzom a cipőmet, meg a lüköszt, és elindul. Nem más van, mint ide a helyszínre, amúgy itt van a Lucas is. Hello. Látod, itt van mellettem. És valami érdekes dolgot fogunk csinálni. Horgászni fogunk madárra. Hogy madárra hogy kell horgászni? Szerinted hogy kell madárra horgászni? Én se tudom. Te se tudod. Hát én se tudom, ugyanis madárra szerintem nem lehet horgászni, de van egy dolog, amit rettentő régóta meg szerettem volna próbálni. Ezzel ma meg fogunk próbálkozni. Az ötlet végül is onnét jött, hogy rettentő sokan kérdezitek tőlem, hogy mikor megyünk el horgászni. Ugye itt lakunk a víz mellett, és az igazságot megvalva, én nem nagyon szeretek horgászni. Aztán nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy mikor megyünk ki a szabadba. Most itt vagyunk ugye kint a szabadba, és mutatok nektek ilyen ausztrál állatokat. Amit szoktam mondani, hogy nem kell kibenni a szabadba mutatni ausztrál állatokat, mert a városban is vannak ilyen ausztrál állatok. Éjszaka jönnek elő, és a rendőrök ugye vadásznak rájuk. Szóval nagyon sokan kérdeztek, hogy mikor veszünk drónt, ugye légi felvételeket akartok látni. És ebből jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha elmennénk és vásárolnánk lufit, nem is akármilyen helivorsat, hogy tudjon repülni, ráraknánk egy kamerát, és horgászbottal, itt ezzel, látod, felengednénk. Én ezt nem tudom, hogy miért, de rettentő régóta ki akartam próbálni, úgyhogy gondoltam, ezt a három dolgot így összekötjük, és lefilmezzük. Van nálunk egy ilyen horgászbot, amit, látod, itt van, várjál benne a lábamnál, várjál, majdnem kibököm a szemét. Látod, ilyen horgászbot, ami, látod, mondtam, hogy kibököm a szemedet. Ilyen gyerekeknek való végül is ilyen, na minden, nekünk szerintem jó lesz. Aztán vettünk, mit vettünk? Semmit nem vettünk, kamerát hoztunk, látod, ilyen kinyithatós kamerát, megpróbálom rákötni, azt itt van a GoPro valahol a lábamnál, és nem másról mentünk, mint lufiért, nem is akármilyen ér, ilyen csomagba jön, amit mindjárt megmutatok nektek. Ebben van gáz, nem gázpalack, mert gáz, az nagyon jó. Hélium van benne, ilyen hélium palack, meg van benne lufi is, és megpróbáljuk felfújni és felengedni. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Én rettentő izgatott vagyok. Lucas, mit szólsz az ötlethez? Én! Ízlet vagyok. Ízlet vagy, rendben vagy. Akkor Lucas az nagyon ízlet, én nagyon izgatott vagyok, aztán menjünk és fújunk. Izgatott vagy, nem ízlet vagy. A csoki az ízletes, meg te is, hogy ízletes vagy. Na várjál, húzzuk a horgászbotot. Nem tudok, alig tudok kiszállni, minden itt van. Opá, most meg látod, lekönnyököltelek. Itt van minden nálam. Azt mondja, először a lufit fújjuk. Csak kíváncsi lesz, mit fognak szólni itt az emberek, ami nem másra vagyunk, mint egy ilyen nagy parkba itt. Van itt egy pár focipálya, meg egy pár ilyen futó, meg biciklis. Látod, ott mennek? Ah, mindegy. Aj, itt a doboz, látod? Van benne sok mindenféle fajta dolog, például van benne lufi, van benne ez a palack, meg van benne zsinór is. Amúgy vettem még lufit, ami itt van. Hát, ha ugye sose lehet tudni. Én azt mondom, hogy kivesszük a csomagtartóba, betesszük, ott nagyobb a hely. Segítesz? Kinyitottuk, itt van a tank, látod? Aztán volt benne nem más, mint ez a... 30 lufi. Lufi, 30 darab lufi volt benne. Ja, nézd, itt is mondja. Ja, 30 darab lufi. Úgyhogy kinyissuk. Megnyitjuk, azt mondja, tekerjem el négyszer, teljesen. Várjál. Mi nem megy? Kettő, három, négy. És akkor most rárakjuk a lufit, nyissunk ki egy lufit.
aztán mit kell csinálni? Meg kell nyomni? Nem mondja. De van itt, van, azt mondja, várja. Azt mondja Lukasz, hogy ezt rá kell húzni. Ja! Megvan! Itt van a kis zacsi, amit... Mi kell egy zacsi? Nem zacsi, amivel le kell kötni. Tudod, hogy lehet ezt kipróbálni? Tudod, hogy lehet ezt kipróbálni, hogy héliummel van benne? Figyelj! Hello! Ja, azt mondja, hogy készen van az legelső lufi. Na, tartsad, de nagy elengedj, jön egy autó. Na, azt mondja, hogy a lufi működik. Elengedted? Hol a lufi? Ott fönt. Hát nagyon ügyes voltál. Még szerencsé, hogy vettünk extra lufit, komolyan mondom. Tudod, hol repül? Ott fönt a valahol. Ki nem is, ki látja a lufit? Gyönyörű. Még szerencsé, hogy hoztunk extrát, komolyan mondom. Na mindegy, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint felfújunk egy párat, aztán megnézzük, hogy hogy tudjuk rákapni a kamerát. Végeztünk, felfújtunk egy nagyon sok lufit, mutatom. Jó, vesszük mi! Oda nézz! Mi Lukasz? Jó, én fogja! Hol vagy? De már nem látlak. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy még így is kevés lesz, ugyanis nem fogja felemelni a GoPro-t. Rákötöttem, de ma megpróbáljuk. A GoPro-t nem is, de a lufikat biztos, hogy fel fogja emelni, mármint ahol lehet tükkötni a horgászmotra, és tudunk vele próbálkozni madarat fogni. Na várjál, a lufi! Hozom a horgászbotot, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Problémák. Ahogy mondtam, nem emeli fel a GoPro-t. A másik kamera, ahogy néztem meg, még nehezebb, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy a GoPro-t levesszük róla, és megnézzük, hogy milyen messze fogjuk tudni kiúzni, csak a horgászbolt zsinoron keresztül, hány méterre. A kötél elszakadt. Látod? De vissza rákötözöm, és megpróbáljuk meghúzni. Rendben van, Lukasz? Úgyhogy itt húzogattuk össze-vissza, mi van? Lejött meg a cipőd? Húzogattuk itt össze-vissza a Lukasszal, mármint a lufikat, és nem akarja felemelni. Azt hiszem még kellene, vagy még egy jó pár ilyen lufi, hanem még körülbelül tízszer ennyi. Látod? Ott próbálja emelni, de egyszerűen nem tudja. Oda néz! Kiátszottuk magunkat, hol van Lukasz? A Lukasz itt rohankált körbe-körbe, nem látok semmit a lufitól. Úgyhogy én azt hiszem, hogy befejeztük ezt, a kamerát nem tudja felemelni, a lufik meg össze-vissza mennek mindenhova, úgyhogy ennyit a madárhorgászatról. Úgyhogy nem tudunk horgászni halra se, úgyhogy nem tudunk horgászni szerintem madárra se. Na visszajöttünk az autóval, hogy mondtam, nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Én azt hittem, hogy legalább egy ilyen pár lufira fel tudjuk emelni a kamerát, bár utána gondoltam, hogy lehet, hogy nem lesz elég héliumben. Aztán ment össze-vissza minden. Mit csinálsz? Na mindegy, legalább ezzel is megpróbálkoztunk. Úgyhogy most nem más mondjuk csinálni, mint a Lukasz egyik kedvenc dolgát, ami, várjál, mutatom mi az. Hupikék! Hupikék, törpikék! Hozzáértünk, ahogy látjátok, ott repülnek, vagy állnak egy helyre a lufik. Ez a madárhorgászás nem jött össze, de legalább megpróbálkoztunk vele, én rettentő régóta meg szerettem volna próbálkozni ezzel, hogy mi van, hogyha összekötök sok ilyen lufit, és rákötök egy kamerát. Komolyan mondom, én néztem a YouTube-on, és a YouTube-on működött. Nem ennyi lufival, nem ennyivel. 3 vagy 4 darab lufival. Most azok vagy nagyobbak voltak, vagy én nem tudom mi volt velük, de úgy felemelte a kamerát, és nem GoPro volt, hanem ilyen rendesebb kamera is felemelte. Fogalmam is, hogy hogy csinálták, pár dombtetőn álltak, és lehet, hogy fújta a szél, és lehet, hogy azért, meg egyenesbe próbáltuk. Meg lehet, hogy a vízszint, meg a víz, na mindegy. Legalább megpróbálkoztunk vele, ahogy mondtam, úgyhogy lehúzzuk ezeket a lufikat,
És mi csináljunk velük? Kisorsoljuk? Lehet, hogy pizzáltam, nem sorsolunk ki lufikat, mire ott elküldöm nektek. Fogom, aztán itt egy kinelengen, aztán kíváncsi legyen meddig ér rá, hogy hova az az másik pár lufi, amit elengedtünk. Ugye szétszedem őket, legalábbis várjál, egyet leveszek, addig ide látom a kamerát. Hupikék, törpikék, hova vannak az emberek? Hatalmas fák között van más. Én nem más vagyok, mint Tamás. Nézd, hoztál egy lufit a Davisnek, hogy ez sima lufi, nem ilyen heliumos lufi. Mit akarsz, amúgy játszunk? Az Xboxon, jó, Spider-Man, rendben van. Azzal fogunk most játszani. Játszottunk. Ja, tudom, játszottunk egyet ezzel a lufival is. Ja, nem olyan túl sokat, ugyanis a Davis úgy szeret vala játszani, hogy ő fel szereti fújni. Úgyhogy az a baj, hogy nem tudja felfújni, és egy idő után mérges lesz, mikor nem tudja felfújni. Nekem kell, de addigra úgy összekörömködik, hogy tele van nyála hozzá egész. Ja. Paletem! Gyönyörű. Utána meg el szereti eldurrantani. Na mindegy, ez az egy maradt. Látod, ezzel fogunk most játszani. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most befejezem, hogyha tetszett a videó, ne felejtsetek egy lájkot nyomni, és feliratkozni a csatornára, hogyha még nem vagytok, hogy minél hamarabb elérik a 100 000-et. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogy a napot jöreget, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Paradem! Szállj, sziasztok! I did it a perfect! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!